Máté Evangéliuma ez az egyik legelső beszámoló a názáreti Jézus életéről, haláláról és feltámadásáról. A szerző nincs megnevezve, de a legkorábbi megbízható hagyomány szerint a vámszedő Máté az író, Jézus 12 választott apostolának egyike, aki maga is megjelenik a könyvben. Az apostolok mintegy 30-40 éven át szóban adták tovább a megjegyzett tanításokat, és mindazt, amit szemtanúként megtapasztaltak Jézusról. Máté mindezt összegyűjtötte, lenyűgöző szőtte Alkotott belőle, és létrehozott egy olyan könyvet, amely Jézus életének bizonyos területeire összpontosít. Most csak a könyv első felével foglalkozunk. Máté azt akarja megmutatni, hogy az Istenről és Izraelről szóló bibliai történet Jézusban folytatódik és teljesedik be, azaz Jézus a Dávid házából származó messiás, új, Mózeshez hasonló, felhatalmazott tanító, sőt, több annál. Jézus a velünk lévő Isten, Héberül Imánuel. Máté átgondoltan építette fel a könyvét. Bevezetés és befejezés keretezi azt az öt jól elkülöníthető részt, amelyeket középen találunk. Mindegyik végén Jézus tanításának egy-egy hosszabb egysége van. Ez a szerkezeti felépítés nem csak lenyűgöző, de tudatos is. Nézzük meg közelebbről. Az első három fejezet előkészíti a terepet, Jézus történetét hozzáfűzi az Ószövetség történetéhez. Máté Jézus családfájával kezd, ezáltal hangsúlyozza, hogy Jézus Dávid fiának messiási vérvonalából származik, de Ábrahám leszármazottja is, ezért minden nemzethez elviszi Isten áldását. Ezt követi születésének jól ismert története. Látjuk, hogy az események miként töltötték be az Ószövetség proféciáit arról, hogy a népek eljönnek a messiás tiszteletére, hogy a шіás Betlehemben fog születni. Sőt, hogy Jézus a Szentlélek által fogantatik, és a neve Immanuel. Mindez arra utal, hogy Jézus nem pusztán ember, ő a velünk lévő Isten. Az Isten ember lett. Már itt a bevezetésben megjelenik Máté két kulcsfontosságú tétele. Jézus Dávid házából származik, ő Immanuel. De Máté azt is bizonyítani akarja, hogy Jézus egy új Mózes. Mózeshez hasonlóan Jézus is Egyiptomból jött, a megkeresztelkedés révén ő is átkelt a vízen, a pusztában töltött 40 napot, majd felment egy hegyre, és onnan hirdette új tanítását. Ezek alapján Máté azt állítja, hogy Jézus az, akiről megvan írva, hogy nagyobb lesz, mint Mózes. Megmenti Izraelt a rabszolgaságból, új isteni tanítást ad, megszabadítja a népet a bűntől, és új szövetséget köt Isten és az ő népe között. Ez a párhuzama magyarázata annak, hogy Máté miért pont így építette fel a könyv középső részét. Ez az öt főrész Jézus tanítói szerepét hangsúlyozza, amivel Máté párhuzamot is alkot. Kapcsolatba hozza ezeket a fejezeteket Mózes öt könyvével. Tehát Jézus a Szövetség új felhatalmazott tanítója, aki beteljesíti a Tóra történetét. Az első szakaszban megjelenik Jézus, és Isten királyságának eljövetelét hirdeti. Ez mindennek a kulcsa. Ez a királyság lényegében nem más, mint Istennek az egész világért folytatott mentőakciója, ami Jézus a király által valósul meg. Jézus szembeszáll a gonosszal, főként a lelki gonossággal és annak minden hatásával, a démoni elnyomással, a betegséggel és a halállal. Jézus azért jött, hogy helyreállítsa Isten törvényét és uralmát azáltal, hogy új családot hoz létre, amely követi, tanításai szerint él és engedelmeskedik neki. Miután Jézus elkezdi az emberek meggyógyítását és egy mozgalom és közösség kialakítását, követőivel együtt egy hegyre vonul, ahol elmondja tanításai első nagyobb ezt hívjuk hegyi beszédnek. Jézus itt kifejti, hogy mit jelent őt követni és Isten országában élni. Ez egy fordított királyság, ahol nincsenek kivételezettek. A szegényeket, a senkiket, a gazdagokat, a hívőket. Jézus mindenkit hív, hogy forduljon felé, bánja meg bűneit, kövesse őt, és csatlakozzon a családjához. Jézus azt mondja, hogy nem azért jött, hogy eltörölje a Tóra törvényeit vagy az Ószövetséget, hanem hogy földi életével és tanításával betöltse azokat, és átformálja népe szívét úgy, hogy követői valóban szeretni tudják Istent, fele barátaikat, de még ellenségeiket is. Ennek a nagy tanításnak a lezárása után a következő szakasz megmutatja, hogy hogyan hozza el Jézus ezt az országot az emberek mindennapjaiba. Máté kilenc történetet mond el, amelyekben Jézus Isten országának erejét Hozza el a szenvedő megtört emberek életébe. A három rész három-három történetet beszél el beteg, sérült vagy veszélyben lévő emberekről, akiket Jézus meggyógyít, vagy megment az ő kegyelme és ereje által. A hármas egységek között két párhuzamos történet is található, melyekben Jézus felszólítja az embereket, hogy kövessék őt. Máté ezzel arra mutat rá, hogy az ember csak akkor tapasztalhatja meg Jézus kegyelmének erejét, ha követi őt, és a tanítványa lesz. Miután Máté Jézus által megmutatta Isten országának erejét, láthatjuk, ahogy Jézus a tizenkét tanítvány kiküldésével kiterjeszti hatókörét. Ez vezet a második nagy tanítási egységhez, a tizedik fejezethez. Itt Jézus azt mondja el a tanítványainak, hogy miként hirdessék Isten országát, és mire számítsanak közben. Izrael lakosai közül sokan elfogadják Jézust és országát, de Izrael vezetői nem. Ők sokat veszítenének, ha bűneiket megbánva Jézust követnék. Jézus tehát tudja, hogy elfogják utasítani, követőit pedig üldözni fogják, és ez így is lesz. A következő szakaszban Máté azokat a történeteket fogta egybe, amelyek Jézus és az ő üzenete által kiváltott vegyes reakciókról szólnak. Némelyik történet pozitív, sokan szeretik Jézust és hiszik, hogy ő a messiás. Mások semlegesek, mint keresztelő János vagy Jézus saját családja. Ők világosan kimondják, hogy Jézus nem az, akit vártak. És ott vannak Izrael vezetői, ők totál negatívak. A farizeusok és az írás tudók elutasítják Jézust. Azt mondják Jézus tévtanító, aki félrevezeti az embereket. Szerintük a saját magáról tett emelkedett kijelentések Isten káromlóak. De Jézust nem lepi meg, sőt, meg se rendíti ez a sokféle reakció. Igazából foglalkozik is velük a harmadik egységben, a tizenharmadik fejezetben. Itt foglalta össze Máté Jézusnak az Istenországáról szóló példázatait, például egy magvetőről, aki négyféle talajra vet, aztán egy mustármagról, majd egy gyöngyről és egy elásott kincsről is. Ezek a példázatok lényegében a 11. és a 12. fejezetek történeteinek magyarázatai. Vannak, akik szívből elfogadják Jézust, mások elutasítják, de Isten országánál nincs nagyobb kincs, és minden akadály ellenére egyre csak terjed és terjed. Ez tehát Máté evangéliumának első fele. De van még pár dolog, amire érdemes figyelni a fejezetek olvasásakor. Máté az ószövetség folytatásaként és beteljesítőjeként mutatja be Jézust. Szóval, figyeld meg, hogyan szövi bele a szövegbe az ószövetségi idézeteket, és kiderül, hogy ezek a történet fontos pontjain vannak, és még többet árulnak el Jézus kilétéről. Szállj rá egy kis időt, hogy megkeresd és elolvasd őket az ószövetségi környezetükben. Nagyon érdekes összefüggésekre bukkansz majd. Végül figyeld meg, hogy milyenek azok az emberek, akik elfogadják Jézust és a követőivé válnak. Meglátod, hogy legtöbbször abszolút jelentéktelenek, senkik vagy nem vallásosak. Mégis ők azok, akik teljesen megváltoznak Jézusba vetett bizalmuk és hitük által, míg a vallásos és büszke emberek felháborodnak Jézus szavain. Vajon mi lesz a vége ennek a feszültségnek Jézus és Izrael vezetői között? Erről fog szólni Máté evangéliumának második fele.